néztünk meg imént egy nagyon izgalmas, nagyon szép portréfilmet, amely reméljük, hogy közeljövőben adásba is fog kerülni. Most pedig elsőként a film alkotóinak adnék szót, mégpedig annak kapcsán Erős Kingának, aki szerkesztője a filmnek, a Magyar Írószövetség elnöke, kritikus, esszéista, szerkesztő, hogy mi is adta ezt az ötletet, egy remek ötlet egyébként, nagyon fontos és nagyon nehéz feladat költőről jó filmet készíteni, hogy egyszerre a személyiséget, a művészetet és valamiképpen a láthatóságot is szolgálni tudja. Úgyhogy őt kérdezném most, majd pedig a film rendezőjének, Szabó Mihálynak adnám át a szót. Tehát Erős Kingát kérdezem, illetve szólítom. Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit, és örülök, hogy ilyen szép számmal összegyűltünk ma este megnézni ennek a filmnek a premierjét. Hát gyakorlatilag, amit tudni kell az Írók Korzóról, hogy ez egy költőkről, írókról készült sorozat, ez egy filmsorozat, 26 perces epizódokból áll, és ennek a második évada készült most a tavalyi év, és gyakorlatilag a tavaly előttől, tavaly év folyamán, és ennek az egyik epizódja Kodolányi Gyuláról készült rész, amit most láttunk. Itt ugye nagyon összetett munka olyan szempontból, hogy rengetegféle alkatú, attitűdű, életpályájú alkotót mutatunk be ezekben a filmekben, és vannak középnemzedékhez tartozók, fiatalabbak, idősebb pályatársak, akiket bemutatunk, és a filmkészítés és a legfontosabb koncepció az az volt, hogy az alkotó személyisége jöjjön át a filmen, hogy megismerjük azt az embert és annak a gondolatait, akinek a verseivel már találkoztunk korábban. És ez szerintem azért nagyon fontos, mert természetesen lehetne hosszan olyan nézőpontból is filmet készíteni, ami arról szólna, hogy milyen életút áll mögötte, ami az események felsorolása, vagy egyfajta kronológia szerint történne, de minket sokkal jobban izgatott az, hogy szellemi értelemben milyen életút van mögötte, hogy mik azok a súlypontok, támpontok, sarokpontok Gyula életébe, szellemi életébe, amelyek köré rendeződik az életmű, és amelyek nélkül ez az életmű nem jöhetett volna létre így ebben a formában. És természetesen a költőnek a személyiségére, az életútjára így voltunk kíváncsiak, nem közvetlenül az adott életeseményekre, hanem inkább az adott életeseményeknek a szellemi kivetülésére, annak a sugarára, és azokra a hatásukra, amelyek érték őt. És igazából ezt a nézőpontot igyekeztünk átadni a képiség segítségével, és természetesen Gyula aktív közreműködésével ebben a filmben. Nagyon szépen köszönöm. Hadd kérdezem azt is meg, hogy ezek a kedvenc, saját maga által válogatott kedvenc versek voltak, vagy ez konszenzus alapján jött létre, hiszen ezek nagyon komoly, nagyon mély, és a pályának egy nagyon fontos metszetét kínáló versek, hogy ugye egy nagyon gazdag választékból kellett itt most ezeket, ezt a néhányat ebbe a műsoridőbe belehelyezni. Ez abszolút közös volt, Gyulának voltak javaslatai, amikkel én nagyon egyetértettem, szóval az a szerencsés dolog volt ebben a filmkészítésben, hogy nagyon egyre járt az agyunk. Amikor még a film forgatás kezdete előtt, ugye többet beszéltünk egymással telefonon arról, hogy mi a mi elképzelésünk, és én nagyon örültem annak, hogy Gyula az első pillanattól megértette azt, hogy mi mit szeretnénk, és hogy szeretnénk, milyen nézőpontból szeretnénk bemutatni az ő szellemi életrajzát, az ő költői életrajzát, és ebben kiváló partner volt, és valahogy így folyamatosan erre járt az agyunk abban, hogy mik a súlypontok, mik azok, amik be kell, hogy kerüljenek. Például akár a filmben a vizualitás szempontjából is megjelenő elemek, ugye ezek nagyon, nagyon fontosak Gyula számára, és ez számunkra is nagyon fontos volt, hogy előjöjjenek, hiszen a képek mögül is sugároznia kell annak a szellemi
iskolának, annak a filozófiának, szemléletmódnak, ami átadja az ő alkotó munkásságát. Köszönöm szépen, majd mindjárt a rendezőtől, aki ennek tényleg az alkotója volt, és ezt maradéktalanul tudta teljesíteni, hogy egyszerre képileg és gondolatilag is szolgálja mindazt, ami legfontosabban kifejezi a tényleg ezt az izgalmas költői világot. Az legyen még az az utolsó kérdésem, hogy mikor találkozott először Kodolányi Gyula műveivel, esszéjével, versével, publicisztikájával, személyes találkozóról volt ez szó, ugye? Tudjuk, hogy ugye, tehát, hogy Erdélyből jött, ahol ugyancsak nagyon fontos, ugye az Áprili Jékeli család, tehát ott is nyúlnak nagyon fontos vonatkozások, hogy volt-e ott esetleg fiatal korában ilyen jellegű találkozás, vagy később? Hát én Gyulának a műveit hamarabb ismertem szerintem, mint őt személyesen, de azt kell mondanom, hogy elsősorban először én az ő szerkesztői munkájával ismerkedtem meg jó 20 évvel ezelőtt, aztán utána került előtérbe számomra a költő, az esszéista, és hát személyesen nem számoltam még, de azért már elég régóta ismerjük egymást, hála Istennek. Nagyon szépen köszönöm. Későbbiekben természetesen még szívesen hallgatjuk, vagy ha kérdése van, akkor azt is nagyon szívesen meghallgatjuk. Most hadd kérjem meg Szabó Mihályt, a film rendezőjét, hogy beszéljen egy kicsit arról, milyen volt együtt dolgozni. Úgy tűnik, hogy itt nagyon komoly összhang alakult ki, hasonlóképpen a képiség, a ritmus, a versek elhelyezése, a kamera állása. Ugye tudjuk, hogy Szabó Mihály rendezőként, forgatókönyvíróként, operatőrként is komoly műveket tett már le az asztalra, és szeretném őt is kérdezni arról, hogy ez a közös munka, ez milyen is volt. Úgyhogy most Szabó Mihályt kérdezném, vagy szólítanám. Jó estét! Jó estét kívánok mindenkinek! Köszönöm, hogy meghívtak erre a... Hallanak? Igen. Hallanak? Ja, rendben van. Köszönöm, hogy meghívtak erre a találkozóra. Gyulával remek volt együtt dolgozni. Gyulának volt egy konkrét elképzelése. Ugye alapvetően mi mindig, amikor ebben az írókorzó sorozatban megkeressük az adott riportalanyokat, szabad kezet adunk abban a szempontból, hogy természetesen ennek a sorozatnak van egy formátuma, és ahhoz valamilyen módon igazodunk. Mindig szeretjük azt kérni az illetőtől, hogy a számára kedves és fontos helyszíneket mutassa be, vagy azokat a helyszíneket, ami valamilyen módon kapcsolódik az ő irodalmához. Mert ezen keresztül nyilvánvalóan azt várjuk, hogy minél több minden kijöjjön ebből az életútból, vagy abból az életszemléletből, amit annak az adott portrénak be kell mutatnia. Szóval Gyulának volt konkrét elképzelése, ő nagyon tudatosan végigvezette ezt, aminek én örülök, mert ebben az esetben ez nagy segítség, és hát természetesen nem volt tolakodó, és a nem akarta ráerőltetni a saját gondolatait ránk, de nagyon szépen működött ez a munka közösen, ahogy Kinga is említette, és remek volt így együtt dolgozni, nagyszerű helyszíneket választott ki, tudta, hogy mit akar, és ez mindig nagy segítség egy filmkészítőnek, hogyha a riportalany ilyen szervesen együtt tud működni a stábbal. Nagyon röviden azért az írókorzóról hadd mondjak el valamit, és nem hagyhatom ki Csontos János nevét, mert én Jánossal nagyon sokat dolgoztam egészen más jellegű filmekben, építészeti filmekben, és 2016-ban volt egy beszélgetés, amikor arról elmélkedtünk, hogy hogyan lehetne kortárs magyar írókat és költőket bemutatni, és elkezdtük ezt a sorozatot. És hát ugye sokak száma előtt ismert, hogy János sajnos 2017. decemberében meghalt. És a lelkünkre kötötte többször is, Kingának és nekem, hogy folytassuk ezt a sorozatot. Jánossal megcsináltuk az első évadot, ami 19 rész lett, ez többször már lement a magyar televízióban, több alkalommal ismételték is, és hát most sikerült összeraknunk a második évadot, és ennek egyik oszlopos tagja, vagy szereplője a Gyula. Nagyon szépen köszönöm, és nagyon fontosak ezek az információk is. És hadd kérdezzem meg, hogy amikor egy költői világot elhatározta, hogy be fog mutatni,
akkor hogyan komponálta meg, tehát hogy a versekhez a képeket, hogy ugye Turi Bálint az miként, mikor helyezkedjen el, tehát hogyan építette fel a forgatókönyvet, hogy az egyszerre nézhető is legyen, nagyon fontos mozzanatok hangozzanak el benne, és azt a fajta vizuális varázslatot is visszaadja, ami rezonálni tud erre a költői világra. Ugye hát van egy, amit mondtam is, hogy van egy formátuma ennek a sorozatnak, ezt alapvetően úgy találtuk ki, hogy mindenképpen legyen egy leülős beszélgetés, ami a hátterét mutatja meg a különböző témáknak, és ezt vegyítjük ezzel a kicsit dinamikusabb a helyszínekre megérkezve, és ott sokkal több képi lehetőséget kínáló helyszíneket, és ebbe ékeljük bele a különböző irodalmi részleteket. És hát ez egy, hogy is mondjam, így ugye a 20-30-40. Résznél ez egy szempontból egy automatizmus, de mégis természetesen kíván valami spontaneitást, hiszen mindenki másképp más helyszíneket választ, más hangvételben nyúl a dolgokhoz. Tehát Gyulánál is ugyanez volt a szituáció, mondom, ő nagyon tudta, hogy mit szeretne. A képi világnál nagyon, azért nagyon nagy segítség, amikor valamilyen módon helyszínekhez kapcsolódik, vagy hangulatokat el tudunk kapni, mert ugye itt azt a módszert választottuk a versek felmondásánál, hogy valamilyen módon vetítjük a színészre és a háttérre azokat a hangulatokat, vagy adott esetben helyszíneket, de hát legtöbbször természetesen csak hangulatokat, ami ráerősít az adott költeményre, remélve persze azt, hogy ez a képi világ nem nyomja el mind a tartalmat, tehát próbáljuk azt az egyensúlyt megtartani, hogy ne tolakodjon a kép a tartalom elé, de valamilyen módon alátámassza és ugalja azt a hangulatot, amit a költemény tartalmaz. Nagyon szépen köszönöm. Ugye egy filmről beszélgetünk, ez azok kedvéért ismétlem el, akik Facebookon csatlakoztak most hozzánk, és akik még nem láthatták a filmet. És most átadnám a szót, mielőtt a kérdések ideje következne Kodolányi Gyulának, hogy ő kívánna-e valamit hozzátenni, megerősíteni, valamivel kiegészíteni mindazt, ami elhangzott, vagy valamilyen értelemben a beszélgetés felütését meghatározni. Én nekem még annyi lábjegyzetet hozzá kell tennem, hogy rögtön eltévesztettem, 1981-ben jelent meg az első könyve, tehát 40 éve és nem 30 éve, de ez csak a filológusi pontosságot szolgálja, és akkor Gyulát kérdezném, hogy mi az, amivel esetleg még kiegészíteni mindazt, ami elhangzott, vagy amit éppen itt a tudomány a kocsmában atmoszférája kedvéért mondana el. Tehát Kodolányi Gyulát várnám. Pont. Azt gondolom, hogy én nem akarok most sokat beszélni. Most itt a nyilvánosság előtt is meg akarom köszönni a filmkészítőknek a munkájukat, mert rendkívül jó volt ez a munka. Tehát készítettek velem máskor is filmet, más szemszögből tekintve át a munkásságomat, és azt gondolom, hogy ez volt, ilyen, bizonyos értelemben ez volt a legkönnyebb számomra, hiszen azért azt tudjuk mindjárt, a filmezés az egy eléggé megpróbáló dolog, tehát azért abban nagyon ki lehet fáradni. Amikor elkezdtük, akkor én tréfásan mondtam is Kingának, hogy hát tudnia kell, hogy én egy olyan láthatatlan művész szakszervezetnek vagyok a tagja, amelyik 4 órában limitálja az egynapi forgatás adagot, és ők ezt betartották egy kivétellel, a Visegrádi az kicsit hosszúra nyúlt, de hát egyszerűen annyira izgalmas volt, nem bírtuk beállni. Szóval valóban, ahogy Kinga is mondja, nagyon jó volt az egymásra hangolódás, és a Mihály is említette ezt. Én szeretném ezt még egyszer nekik megköszönni, és hát még egyszer azt is, hogy ilyen sokan nézték ezt végig, és akarnak részt venni a beszélgetésbe. Én azt gondolom, hogy ha valamit mondani akarok, az nyilván majd úgy lesz jó, hogyha esetleg egy kérdésbe tudok reflektálni. Köszönöm szépen, föltehetően lesznek kérdések, ugye csak nem 50-en követjük ezt a Zoomon, és valószínűleg még sokkal többen Facebookon, és Bogyai Katalint, ő excellenciáját Magyarország ENSZ, volt ENSZ nagykövetét, és egyéb nagyon sok fontos funkciónak a birtokosát, őt szólítanám akkor, hogy tegye fel a kérdését.
Nagyon szépen köszönöm a szót, és először is az IASZ-nak és magának köszönöm szépen ezt az izgalmas együttlétet, mert így egy évvel a COVID kezdete óta ilyenfajta szellemi együttlét az azt hiszem mindannyiunknak nagyon fontos. És Gyula, nagy örömmel köszöntöm, és nagyon örülök, hogy láthattam ezt a filmet. Én 25 évig szolgáltam Magyarországot és a magyar kultúrát, és annak volt egy nagyon fontos főszereplője, ami magához kötődik, ez a Hungarian Review. Igazából a kultúrás diplomáciának egy meghatározó része az, amit magunkról a világban megmutatunk, egy olyan nívós, folyamatos irodalmi szellemi jelenlét, amit ez a folyóirat fölmutat, azt hiszem mindannyiunk számára nagyon fontos, akik Magyarországot képviseljük diplomataként, művészként, gondolkodóként. Ezzel kapcsolatban kérdezem én öntől, hiszen ez több évtizede képviseli ezt a, tölti be ezt a szerepet, hogy ön szerint milyen szellemi hatást tudott elérni ez a folyóirat, Gyula? Azt gondolom, hogy ez egy elég nehezen mérhető dolog. Tulajdonképpen elég kis büdzséből csináltuk ezt a lapot, és nem tudtunk költeni például a marketingre és piacfelmérésre. Tehát számomra a legfontosabb visszajelzés azok az olvasói, voltak olvasói levelek mindig. A másik pedig az, hogy milyen minőségi szerzők jelentkeztek be, akiket korábban nem ismertünk. Tehát ez nagyon fontos. Ugye az, hogy egészen elsőrangú szerzői, főleg az angol száz világnak, de máshonnan is, jelentkeztek nálunk nagyon jó írásokkal, és aztán utána maradtak is rendszeres szerzőink. Ugye ebben a munkában a nagyon nagy segítségem nekem a főmunkatárs John O'Sullivan, aki hát egy legendás szerkesztő és közéleti író. Ő azt mondta nekem, és hát nem, egy elegáns ember, tehát nem az, aki szenved dicsér, de azt mondta, hogy Gyula, ez a lap bármelyik angol száz lap mellé oda tehető ebben a műfajban. Hát ennyi, nyilvánvaló aztán idézettség és más mutatók, azok eléggé sok mindent el tudnak mondani. Az, hogy egy-egy írás kikhez el, mennyire kavar port fel. Hát ennyit tudnék erről mondani. Azt mindenképp nagyon jól esik, amit mondott Katalin, és hát azt szorgalmaztuk, hogy a fontosabb képviseleteinkre elegendő példány jusson a labból, ugye a külügyminisztérium rendelte meg ezt a bizonyos keretet a labból, amit aztán szétosztott, és azt tudom, hogy bizony szépen szétkapkodták a lapot mindenütt, és volt igény arra, hogy több példányt is küldjünk, tehát ezt gondolom, ez egy nagyon jó indikátor volt nekünk az, hogy a munkánknak van értelme, diplomaták is jeleztek vissza, úgy, mint most Katalin, úgyhogy nagyon jó ezt csinálni, egyébként most már visszavonultam a főszerkesztőségtől néhány hónappal ezelőtt, mert egy papírra leírtam, hogy hány éves vagyok, és akkor ezt eléggé meghökkentem. Talán ezt most már nem illik csinálni ebbe a korban, meg talán nem kéne. Úgyhogy hát kicsit túl is hajtottam magam 19-ben, úgyhogy Magyarics Tamást hívtam meg, főszerkesztőnek, akit azt hiszem Katalin ismer is, a diplomata maga is, Dublinban volt nagykövet, és egy kiváló történész. Úgyhogy, szóval, és nagyon jó dolog volt ezt csinálni. Őszintén szólva, furcsa dolog ez, de hogy végignézem, én szerkesztőként kezdtem a bölcsészpályámat 66-ban a Korvina kiadónál, tehát mindjárt olyan könyveket szerkesztettem, amiket meg. És úgy látszik, hogy
hogy részben én valahogy erre is születtem, mert mindig egy lapnál találtam magamat előbb-utóbb. Lapot alakítottam, vagy lapba dolgoztam, vagy kiadónak dolgoztam. Tulajdonképpen azért szeretem ezt a dolgot, mert én nagyon szeretek együtt dolgozni tehetséges emberekkel. És tehát magyarán szóval én nem vagyok a megszállottja a saját kiválóságomnak, én nem vagyok celeb és sztár, és hát éppen itt láthatom most az egyik képen is eléggé közel hozzá Liptai Katalin, aki a kedvenc, és itt van Dávid Házi Péter talán még, de itt volt, akik a kedvenc egyetemi évfolyamnak voltak kiváló egyetemista, és ők nem voltak akkor sokkal fiatalabbak nálam, és ez is egy olyan dolog volt velük, hogy azt lehet mondani, hogy az órák csapatmunkában teltek el. Most Dávid Házi Péter föltűnt a említésére, szervusz Péter, úgyhogy, na hát szóval így, ennyi. Köszönöm. Köszönjük szépen. Csak ugyan egyébként a lap jelentősége az, azt hiszem, hogy rendkívüli, mi külszegen látjuk, ott is megérkezik az intézetbe, és a könyvtárban a külföldi diákok, külföldi tanárok ezt forgatják, és ebből nagyon izgalmas képet alkothatnak. Én nem tudom, kérdezem, hogy esetleg Dávid Házi Péter vagy Liptai Katalin akarna-e szólni, mint megszólítottak, vagy van-e esetleg más kérdés, amire most sort keríthetünk? Nekem lenne, András, ha szabad, jó? Természetesen, Bába Iván. Gyula, a remek volt a film, és sok-sok kedves emléket ébresztett, olyasmit, amit közösen is megéltünk, és teljesen megható volt a Gyurinak a képe, az az egy-két pillanat, amikor bevillant. Mondjál erről az itt jelenlévőknek valamit, a vele való kapcsolatodról, a zenéjéről, ilyesmiről. Igen. Gyuri egy óriási egyéniség volt, egy nagyon, nagyon nagy szellem volt. 80-as években, tehát elég későn ismerkedtem meg vele. Akkor ő már egy fontos szereplője volt a magyar underground művészeti életnek és a marginális szellemi életnek. Egyrészt ugye hogy egy jókai szóval érjek, amit szeretek, egy delejes egyéniség volt a Gyuri. Egy rendkívül sokoldalú egyetemes ember, eredetileg belgyógyász képzettségű volt, dolgozott is, mint közveti orvos nagyon sokáig. És ezzel az járt együtt, hogy egy teljesen holisztikus képe volt az emberekről. Tehát mint orvos, az értette, hogy mi a pszichoszomatika, és mint zenész pontosan tudta azt, hogy a zenét egy ember csinálja, akinek van teste és lelke, akik azzal együtt egész a kettő. Ugye Gyuri arról nevezetes, hogy az improvizatív zenének, amelyet Amerikában indítottak el, valamikor a 60-as években free jazz néven. Ő a jazzt elhagyta lassan, és free-ről beszélt, free musicról. És egy olyan zenét, vagy olyan zenét játszott, amelyben az archaikus elemek, és háttérben a magyar népzene, és Bartók és Kodály gondolkodása találkozott össze, bocsánat, a jazzzel, az improvizatív elem volt az ami ugye összekötötte számára a két dolgot, a magyar nép zenét és a jazz játékot. Volt egy zenekar, amelyet ebből a kétfajta képzettségű emberből tett össze, ugye népzenészekből és jazz játékosokból, ugye a leghíresebbeket azt hiszem elég jól ismerjük, ugye Dress Mihály, például, hogy egyet említsek, aki ebből a csapatból került ki. Egy magyar királyi udvari zenekarnak nevezte ezt a Kádár korszak belelőjén. Ez volt a neve a zenekarnak, és a Kassák klubban voltak juhadi szállásuk, és a Gyuri lelkileg, szellemileg képezte a zenészeit, és
Kasszakóban csodálatos beszélgető esteket is rendezett. Úgyhogy, és aztán természetesen összekerültünk a Duna mozgalomban. Összekerültünk a 80-as évek közepén, amikor már olyan annyira intenzív és lett és kitágult a rendszerváltozást megelőző szellemi mozgalom, és akkor úgy is, mint gondolkodó, úgy is, mint a Dunalépcső elleni mozgalomnak egy aktív harcosa, úgy is, mint művész, nagyon fontossá vált. És hát természetesen ugye, mint barát, és hát az ő elmenetele számomra egy nagyon megrázó és szomorú veszteség, ami sohasem pótlódott 2011 júliusában ment el közülünk hosszú betegség után. De hát rengeteg barátja volt, tehát ugye itt van Iván, aki föltette ezt a kérdést, hát neked is nyilván rengeteg élményed van Juliról, mert ő azért abban a látszólag zárt kis világban, ami gyakorlatilag azért, mint hálózat több ezer emberre terjed ki, abban ő az egyike volt, azt hiszem, az alap embereknek, és hát te is sokat voltál együtt vele, nem csak a Duna mozgalomban, hanem más szempontból is. Vásárhelyi Judittal, ugye, akkor így veleségeddel. Hát egy feledhetetlen ember, én talán remélem ez a három fénykép, amit itt bejátszottak, vagy a négy kép, azért mutat valamit a rendkívüliségéből ennek az embernek. Hát más nem mondjak, ide jöttek a legjobb amerikai improvizatív fekete zenészek, jöttek el Budapest azért, hogy tudjanak el együtt játszani. Tehát ő egy óriási fenomén volt, és jellemző az, hogy a Kádár világ őt nem tudta befogadni, sőt, hát igazából tiltólistára került, mert egy Szarvassá változott fiak című balett játékot írt a híres győri ugye balettrendezőnek, és amikor ennek a bemutatója lement a szegedi játékokon, szabadtéri játékokon, akkor a Beresz János odament hozzá, és azt mondta neki, hogy tudjuk, hogy ez miről szól. Hát róluk szólt, ugye? És ezzel vége is lett a Gyuri karrierjének a magyar deszkákon, színpadi deszkákon, miközben állandóan turnézott Nyugat-Németországba, Svájcba, Spanyolországba, San Sebastianban, fesztiválokon, és itthon nem tudott áttörni. És hát gyakorlatilag azért ez meg is maradt mind végig, mert igazság szerint egy furcsa fintora a rendszerváltozásnak, hogy a Gyuri nem került azért arra a helyre 90 után sem, ami őt megélette volna. Nem is volt könnyű ember, tehát ő igazából az olyan tekintélyeket, akik nem voltak elsőrangúak, hanem csak valamilyen módon felemelkedtek valahova, hát úgy mondjam, nem tisztelte. Nagyon szépen köszönöm, és ez nagyon szép emlékállítás volt, hogy a Szabados Györgynek a fiatalabb nézők, hallgatók kedvére elmondom, hogy Beresz János, a kádári időszak Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának az ideológiáért felelős titkára volt, egy elég rettenetes és egy rettenetes ügyet szolgáló ember. Ez csak lábjegyzet volt, vagy filológiai hozzáfűzni való. További kérdéseket várnánk, és akik a Facebookon követik, és esetleg onnan tennének föl kérdéseket, akkor azt remélem, hogy a informatikus kollégák valamiképpen beírják a chatbe, és akkor itt olvasni tudom, és akkor meg tudnánk itt is kérdezni, de akkor várnánk a további kérdéseket, ugye az eddigiek is nagyon fontosak voltak, volna még mit kérdezni, volna még miről beszélni. Dávidházi Péter Smith-Ferencet láttam, drága jó rendező, műsorvezető úr.
Ácsingózni. Igen, igen, akkor úgy látszik, hogy én nekem nem, akkor Dávid Házi Pétert nem látod, az én nekem nem került elő az ácsingózó kép, de akkor szólítanám Dávid Köszönöm Házi szépen. Nagyon meg vagyok hatva, hogy Gyula említett Liptai Katalin társaságában, akivel a 60-as évek végén a 20. századi angol és amerikai irodalom és költészet szemináriumára jártunk hozzá, és szeretném elmondani, hogy ez a film, amit most láttunk egy ponton, nagyon közel került ahhoz annak az inspirációnak a jellegéhez, amire több mint 50 év távolából is nagyon jól emlékszem. Ugyanis a filmben kiderült, hogy mindmáig Gyula, illetve hát nem tudom mióta kezdi így a napjait, hogy egy órát meditál. Ugye, hogy ő humorosan azt mondta, hogy vannak ezek a bambuló fotelek, és ezek egyikébe reggel leül, és hagyja a gondolatait menni a maguk útján. És én pontosan arra emlékszem, hogy a 60-as évek végén ezeknek a rendkívül inspiráló szemináriumoknak volt egy ilyen tűnődő, nem sietünk minden percben valahova jellege, és egy kicsit azt tanultuk meg tőle, hogy nagyon sok mindennel, ami körülöttünk van, nem kell görcsösen és minden pillanatban foglalkozni, beleértve a munkának a gyakorlati penzumszerű részét, az el fog készülni úgyis a nap végére, nem kell amiatt aggódni. Valahogy az olvasás, és főleg a tűnődő olvasás és gondolkodás lesz a jó út. Én borzasztó hálás vagyok ezért mindmáig, és ezen a ponton át is adnám a szót Liptai Katalinnak, mert szerintem neki is vannak ilyen élményei. Nagyon szépen köszönöm, és akkor kérdezném Katalint, és utána pedig főigazgató úr kap szót. El van némítva, úgyhogy kapcsolja be a mikrofont, kérem. Nem halljuk Katalint. Mikrofont kellene kapcsolni. Katalin, mikrofont kapcsolja be. Kati, nem hallunk téged. Köszönjük. Most jó, igen. Most kezdődik. Bocsánatot kérek, ide jött a párom, dr. Molnár Péter patológus, aki tiszteletbeli bölcsész és nagy zenerajongó, és jobban ért a számítógéphez, mint én. Röstellem, de nem tudtam, hogy hová kattintsak. Illetve abban a hiszemben voltam, hogy a host tiltott le engem, hogy hangilag jelen legyek, és neki kell ezt feloldania. Szóval dupla a megtiszteltetés Kodolányi Gyula és Dávid Házi Péter részéről is, hogy engem néven neveztek. Valóban így van, hogy nagyon nagy élményt jelentettek számunkra ezek az órák, és felszabadítóak voltak ebben az értelemben, ahogy Péter ezt remekül megfogalmazta. Nem hiába hívtuk őt Sántáni Gedeon Mária csoporttársunk javaslatára Petrus Magnusnak, már egyetemista korunkban is. Na szóval nekem nagyon tetszett ez a film, mivel én magam is készítettem, részese lehettem egy olyan filmnek, amely Kodolányi Gyula életéről és pályájáról szólt, ezt a Magyar Művészeti Akadémia készítette, és hát bőven túlléptük azt a napi 4 órai felvételt, amit ideálisnak tartana Gyula, de hát aztán azt hiszem 6 órányi rögzített anyag van az utókor számára készenlétbe helyezve, és egy órás változata ennek a Duna Televízióban le is ment a portré sorozatban. Azt hiszem, hogy a beszélgető társ is remek volt. Gyula, örülök, hogy
Túri úrral így egymásra találtatok. Csodásak voltak a természeti felvételek, és újólag bebizonyosodott számomra is, hogy az ember életében az első 5, illetve első 15 év az mennyire döntő és meghatározó. A természetélmény, a tűz és víz és Jung és a többiek. Úgyhogy én nem kérdeznék semmit, én örülök, hogy részese lehetek ennek az együttlétnek, bár még technikailag fel kell zárkóznom a többiekhez, ezt most belátom. Gyulának utólag is gratulálok a Kossuth díjhoz, épp úgy, mint ehhez az újabb filmhez, és hát én nagyon örülök, hogy ilyen szellemű és színvonalú összejövetelek létrejöhetnek 2021. április 19-én, itt a COVID közepette, mert nagyon jót tesz ez a lelkünknek és a szellemünknek. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen Littai Katalinnak. Nem tudom, hogy Gyula akarnál erre reflektálni, vagy jöjjenek a... Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy Kati olyan volt, hogy jobb inkább nem kommentálom, mert az gyarló lesz ehhez képest. Köszönöm. Mészáros Ferenc főigazgató úr. Ne tessék engem főigazgatóan hívni, tele ez egy kocsma. Elég hosszú ideje próbálkozunk Lával lesz megszervezni, és örülök, hogy erre sor került, és köszönöm szépen a részvételt. Tulajdonképpen azt szeretném csak kérni, Gyula, hogy kicsit beszélj a külsegi gyökerekről, vagy kapcsolatokról. Mert hát nem véletlenül vagyunk itt, te se, én se, és nem az intézetet szeretném, hogyha dicsérnéd, még sajnos nem láttál, személyesen reméljük, hogy erre valósan sor kerül, hanem van azért egy ilyen furcsa, érdekes kapcsolatrendszer, vagy kapcsolati háló, miről egy szót se beszéltünk még ma. Hogy kerülsz Kőszegre a kocsmába? Hát, hogy meghívtalak. Hát, azért kerülök. Másfél éve dolgozunk ezen, igen. Hát ugye elsősorban ez neked köszönhető, Feri. Nem. Ugye, de ahogy még annak idején ugye más is szerettük is hallgatni ezt a kifejezést ugye a kádári időkben, hogy még a mozgalomból ismertük egymást, ugye hát mi is voltunk együtt a Ferivel 88-89-ben jó sok tüntetésen, meg mindenfajta összeesküvéseken és szervezéseken, és Ferit én meg onnan ismerem. De hát azt gondolom, hogy a másik dolog, amire Feri cél, az az én öcsém Kodolányi László, Kodolányi László János, aki ötvös és szobrász volt, őről akarsz, ugye, hogy mondjak valamit, vagy én másra gondolsz? Hát, szerintem ez mindenkit érdekel, tehát azért mindenki nagyon tiszteli a töltésedet, meg a tevékenységedet, meg a Hungarian Review-t, de azért itt van egy speciális kapcsolat. Igen. Hát ugye öcsém Kodolányi László, a két ikerőcsém egyike, hát sajnos ugye ő is elment 2010-ben, és ötvösként kezdte a pályáját ő a képzőgimnázium, képzőgimnáziumban Budapesten, de erősen vonzott ott a szobrászathoz is. És aztán ebből az lett, hogy ő, amikor kiforrott már ugye a 70-es években, akkor olyan épületplasztikákat készített, amelyben a fémes mesteri tudása is benne volt. Ékszereket is készített, de ő egy rendkívül demokrata szemlélettel azt mondta, hogy nem csinál egyedi ékszereket, hanem olyan finom gyári ékszereket kell készíteni, amit bárki meg tud vásárolni és tud viselni. A Kőszegre úgy került, hogy a kőszegi város valamikor az 70-es években meghirdetett egy nagyon szép kétszintes házban két műterem lakást, és ugye a művészeti alap révén megpályázta ezt a öcsém, és ő kapta meg az egyik lakást, és nagyon megszerette Kőszeget,
nem csodálok. Az egész családunknak azért az egyik gravitációs pontja az Észak-Nyugat-Magyarország. A családunk az tulajdonképpen... A családunk az Gömörből származik, és azt hiszem Sajó Bábony az a hely, ahol volt egy ilyen kodolányi kúria a 800-as évek elején. Hát aztán még tovább mennek ugye föl az eredetek kassára, de a dédapám az már Kismartonba került gyógyszerésznek. Volt egy olyan hagyomány a kodolányi családban, hogy ezt a nagybátyám meg is írta az önéletrajzi könyvébe, hogy az apák mindig ráerőltették a fiúkra azt, hogy milyen pályát választanak. Tehát hogy Kodolányi János dédapám szeretett volna borász lenni, mint az apja. Az apja az egri érsekségnek volt a országigazgatója, de az apja ezt az Istennek se akarta, elküldte gyógyszerésznek, elkerült Kismartonba, ott azonban sikerült magát az eszterháziakkal elfogadtatni, mint a Szentgyörgy-hegyi eszterházi szőlőknek a vezetője, és akkor már itt kialakult tehát a Kismarton felső Balaton vidék gravitációs pont a családunk életében, és ezzel ez meg is maradt. Tehát Laci nagyon sok, az öcsém nagyon sok cégért csinált, amikor Kőszeg kezdett megújulni, akkor és a nagyon szép stílusban csinált cégéreket kisboltokhoz. Ezeket azt hiszem, hogy lehet némelyiket még ma is látni. Úgy tudom, hogy van egy nagyon szép belső kompozíciója, és ez talán nálatok van, Feri, ugye az intézetben, ha jól emlékszem. Az élete utolsó 10 évében egy nagyon érdekes irányt vett a művészete, amit azt lehet mondani egyszerre nagyon spirituálisnak és nagyon ökológiainak. Kijárt a burgenlandi falusi roncstelepekre, és régi mezőgazdasági gépeket és szerszámokat gyűjtött össze, fémszerszámokat, és ezekből hihetetlen dolog, egészen légies, finom, meglepő kompozíciókat állított össze. Ebből egy egészen japános ízű háromkapus sorozat állt sokáig ott, ugye Kőszegen, Arzwingernek a kertjébe, ami aztán a nagy átalakulások idején lebontódott, és hát ugye ez ennek a helyreállítása, és egyáltalán az ő művének a visszaállítása a presztízsébe is, és fizikailag is ez egy olyan vállalkozás, amit Ferenccel elkezdtünk, és remélhetőleg meg fogja hozni a gyümölcsét. Igen, nem szeretném ezt tovább tűzni, csak azt, hogy most, ahol én ülök, Európa házban, ezt az épületet a Kodolányi Lászlónak a tehetséges, a zsenialitása hát alakította. Belső építészetileg ő hozta létre azt, ami körülbelül nem láthatják, csillárokat és mindenféle egyebet, és hát ezt a megkeresést én már korábban megkaptam, de így kerültünk össze Jussival, és úgy gondolom, hogy ezt a végig kell mennünk ezen az úton. Tehát a Kodolányi családnak van egy összegi állomása, és nagy szeretettel várunk téged, Jussi, mert ugye úgy volt ez a beszélgetés, az eleje, Jussi eljön, és akkor a Szkatitus házban egy kis finom, vagy Bogyai Katalin hívja Kőszeget, ugye? Beszélgetés irodalomról és más egyéb emberi lomról, nem nagy közönséggel, de finom értő emberekkel, filozófusok, meg Németh Szilárd, meg hát sokan, akik így tudják, hogy miről kell beszélni. Csinálunk ilyen finom beszélgetéseket, de ebből sajnos nem kerül sor. De sor fog kerülni. Katalin, te mint a nagykövetünk és mindenféle szóbivőnk, légy szíves, egészíts ezt ki. Köszönöm szépen, Feri.
Igazából a legelső mondatom az volt, hogy köszönöm az I Ask-nak és Andrásnak, hogy egy ilyen szívet melengető együttlétnek lehetek a részese. De ez a szívet melengető együttlét, ez hála jó Istennek egy sorozat része Kőszegen. És azért szoktam azt mondani, hogy ahogy említettem, tényleg 25 évig szolgáltam külföldön a Magyarországot, de mindig úgy jöttem vissza Kőszegre, hogy arra a finom helyre érdemes jönni, mert intellektuálisan izgalmas, inspiratív emberekkel találkozunk, mindig előremutató, és ennél jobb nevet az intézetnek kitalálni, mint hogy I Ask, nem is lehetett volna. És hogyha most magunkra nézünk itt az éterben, és látom az arcokat, nagyon sokunknak van valami különleges kötődése Dunántúlhoz, Pannóniához, ez a részhez. Magyarul. A bogyai gyűlőt Batacsonyban, az így majd esetleg. Igen, és azt hiszem, hogy az, aminek én tanulja vagyok több mint 20 éve már, az egy valóban nagyon követendő, nagy elismerést kiváltó nemzetközi szinten is munkának az eredménye, úgyhogy én csak nagyon örülök, hogy ennek részese voltam, részese vagyok, és remélem részese lehetek. És a Kodolányi család. Hogy a Kodolányi családdal is most Kőszegen találkozunk. Az pedig nekem személyes, mert nekem Jutka néni anyai jó barátnőm volt, és sajnos őt úgy vesztettem el, hogy akkor nem éltem itthon, de mikor Gyulára gondolok, én mindig Jutkára gondolok, és itt a Bartók Béla úton is, úgyhogy ez a környék is egy érdekes környék, ami összeköt bennünket. Úgyhogy sok sikert, köszönöm szépen, és a kocsmában jó lenne már személyesen is találkozni, talán sikerülni fog, és ez a pillanat is eljön, hogyha kibírjuk, és kitaláljuk majd, hogy hogyan tovább. Őszegi vörösborok várnak rá. Köszönjük szépen, egy nagyon nagy asztal kellene, hogy mind a közel 50-en körül tudjuk ülni, de én is bízom abban, hogy a személyes találkozás varázsa az azért mégiscsak mindennél fontosabb, de ebben az időszakban éppen az ilyen jellegű beszélgetések tarthatják bennünk a lelket. Németh Szilárdot említették, és úgy látom, hogy jelentkezik is, úgyhogy akkor átadom neki a szót, hogy tegye föl kérdését. Köszönöm szépen, gratulálok a film készítőinek. Két kérdésem lenne Kodolányi Gyulához, mind a kettő elég személyes. Ebből fakadóan azt gondolom, hogy Gyulát megilleti a jog, hogy, azt, hogy vagy ne válaszoljon, vagy passzolja a kérdést. Jó. A filmben számomra lejött, hogy a természet és a mindenható, ami számodra nagyon meghatározó. Azt szeretném tudni, hogy te találtad meg őt, vagy ő talált rád. Bár lehet, hogy ez inkább az emeritus főapát asztala, de engem ez nagyon érdekel. Ez az első. És aztán másodikra majd a mostani válaszod után, hogyha szabad. Köszönöm. Hát ugye nyilván az ember... Igen, néztem, hogy nem vagyok a néma, nem? Szóval köszönöm szépen, Szilárd. Hát általában véve, amikor az ember valamit el akar mondani, akkor történetet kell mondjon nyilván, és... Ugye itt nyilván az én spiritualitásom története az, ami nagyon röviden, de azért itt most össze akarok foglalni. Ugye apát úr sem fog csodálkozni, hogyha azt mondom, hogy ugye templomba járó voltam katolikus gyerekkoromban, ugye anyám büszke nagyanyedi református volt, de szegény négy fiút szült, és ezek mind katolikusok lettek. És hát ugye ott a lánymányoson bizony nagyon-nagyon szép templom volt, ugye a Feneketlen tónál, de volt egy kis kápolna is a Leszló utcában. És akkor eljött az az idő a kamaszkorba, amíg ugye, valami akkor történik, ami azt hiszem egy olyan időszak, amikor az egyház eléggé sokunkat elveszít. Nem is biztos, hogy a saját hibájából ezt hozzá kell tennem. Tehát nem akarom azt mondani, hogy mit tudom, rossz prédikációkat hallottam, mert
ettől még maradhat az ember. Ugye? Azonban azt gondolom, hogy mélyen a vallásosság az nem szűnt benne meg. És ilyen értelemben nagyon szerencsés volt az, hogy a nagybátyám keze alá kerültem 18 éves koromban, mert ő egy mély spiritualitású ember volt, és ott fogta meg a hitet és a spiritualitást, ahol abban az életkorban meg kell fogni egy embernél. Tehát igazából mindig megmaradtam így. Egyébként a legkedvesebb könyvem nekem az a római nyomtatású újszövetség, amelyet apát úr nyilván nagyon jól ismer, ez a barna, amit ugye nagy számba csempésztek be Magyarországra. Békés Dalos. Pontosan. Békés Gellért és Dalos Patrik fordításában egy modern fordítás. Nagybátyám személyes dedikációjával adta nekem. Írni már akkor ő nem tudott, mert hogy neki egy progresszív vénulása volt, illetve izomsorvadása, de lediktálta az unokatestvéremnek, s ő aláírta. És hát ugye ez az a könyv, ami a nehéz éjszakáimon, ennyit nyugodtan elmondhatok, megsegít. Hogyha mindnyájunknak vannak nehéz éjszakái, és akkor fölkelek, és hát többnyire ez az a könyv, amihez nyúlok, és megkapom a választ, vagy megkapom a megnyugtatást. Tehát ezt mondom erre, Szilárd. Egyébként azt gondolom, hogy a vallásos érzés az egy ugyanilyen alapvető érzés, mint amelyről ugye bennünket annyiszor próbáltak meggyőzni, mint kizárólagos dolgokról, ugye a boldogult kádári években, ugye hogy a gazdaság meg a társadalom. Nincsen ember vallásos érzés nélkül. Éppen tegnap olvastam egy interjút a magyar konzervatív filozófussal, aki ugye Amerikába, Franciaországba és Amerikába szakadt, Molnár Tamás, és ott egy helyen olvasom, ott éppen az egyház problémáiról értekezik valakivel egy interjú könyvvel, és akkor azt mondja, hogy ha egy társadalomban a vallás valamilyen formája megszűnik működni, helyére lépnek más vallási formák. Tehát akkor visszatérek, és azt mondom, hogy igen, számomra a Jézusi kereszténység visszajött aztán, és sokkal erősebben, mint valaha. És hát így élek, természetesen az ember ezt a maga módján éli meg, és költőként is ugye írja meg. Nagyon szépen köszönöm. Akkor a második személyes kérdés. Ugye a kisfilmben talán háromszor vagy négyszer is említetted a nagybátyádat, mint meghatározó élet. Arra lennék kíváncsi, hogy az ő határozott, de részben mondhatni kicsit csapongó politikai fellépése vagy értelmiségi szerepvállalása miként hatott rád, és szerinted van-e egy jelenkori magyar értelmiségnek felelőssége, hogy megszüntetve vagy beszüntetve a nép és az urbánus ellentétet egy nemzeti és polgári konszenzus minimumot létre tudjanak hozni, vagy létre tudjatok hozni. Köszönöm. Hát én úgy gondolom, most írtam is erről a legutóbbi könyvben elég hosszan, hogy van egy magyar közép, amelynek politikai tudatosítója az saját politikájában Antal József volt. Illetve tulajdonképpen ez a magyar közép a 30-as években jött létre, ami én mindig mondok, hogy ez volt a második magyar reformkor. Tehát egy hihetetlen széles, színes arcvonal jött létre abból a generációból, amelyik a századfordulón született, tehát 1900 körül. Itten a keresztény szocialistáktól a szociáldemokratákig, ezek átjárt választóvonalak voltak, mind az életben, mind az orgánumokban. Annyira erősek voltak, hogy a háború idejére már átjárták a Horthy kormányzat alsóbb középső szintjeit elég erősen. Ezért is lehetett egyébként a magyar ellenállás 44-ben sokkal, de sokkal erősebb annál, mint ahogy ezt nagyon sokáig hirdették róla. És azt gondolom, hogy a 45-ös koalíciós kormány tulajdonképpen ezt le tudta képezni, ezt a magyar középet,
Tehát ugye az ismert fogok miatt, ugye az, hogy a kommunisták leszalámizása 48-ra sikeres lett, utána ezt az alternatívát nekünk 40 évre megszüntette. Azonban tovább élt a szellemi életben, és én azt gondolom, hogy 56 az a pillanat, amelyben ez megnyilvánult. Tehát az a fajta nemzeti összefogás, amelyik 56-ban létrejön. Mert ugye kétségtelen az, hogy ott a szártok és a munkások harcoltak az utcán, tehát azért ne felejtsük el, hogy a nagypolitikában is történtek dolgok, hiszen Nagy Imre már rájön arra, hogy koalíciós kormányt kell csinálnia, ugye? Már ott van Tildi, és ott vannak más politikusok, Kovács Béla és mások. Tehát gyakorlatilag a legjobbjai a 45-48 közti időszaknak. Azok, akik nem emigráltak közülük, mert rengetegen emigráltak, ugye? Még időben tulajdonképpen a halál büntetést börtön tudták megúszni. Azok, akik ott voltak, azok ismét ugye hozták a szellemét ennek a magyar középnek, amelyiknek az a lényege nagyon egyszerű, és nagyon szimpla persze, hogy mondom, hogy mind a baloldali, mind a jobboldali végleteket elutasította teljes mértékben. Antal Józseffel sokszor voltunk ugye olyan meleg helyzetben, nyugati beszélgetéseken, ahol azt mondták, hogy na hát akkor, na és aztán mi is ez a magyar nacionalizmus. Vagy, na aztán mi is ez a Csurka István? És akkor Antal József egy rövidebb kis előadást tartott, és azt mondta, hogy kiderült, hogy Magyarországon szélsőséges kormányzat, akár bal, akár jobboldali, mindig csak külföldi hatalom hátán tudott megvalósulni. Antal úgy gondolta, hogy a magyar mentalitásnak egy nagyon-nagyon mély vonása ez a mértéktartás, ami a magyar középet jellemzi. Na mostan, ugye azt gondolom, nem tudom, Szilárd, hogy érzed-e, hogy még lesz, ez a válasz be fog fejeződni valamikor, ugye elindultam nagyon messziről. Na most szerintem jó helyről. Na most a 30-as évek az egy fénykor volt, és ugye azért rengeteget számít az, hogy az ember elmegy külföldre, és onnan tér haza. Ezek szellemi utazásokról is beszélek. Döbbenetes dolog az, hogyha megnézem a 30-as éveket, hogy I. és Gyula, Simone Weil, és a nagyszerű angol, mit akarok mondani? Az 1980, és Orwell. Teljesen ugyanazt a pályát járja be. Ugye ma egy rendkívüli probléma az, hogy a kormányunk nagyon, nagyon széles, nagyon tág szellemi körében van egy olyan cikk is, egy olyan cikk, amelyik ugye en bloc, a baloldaliságot csak úgy kihajítja, ugye, és fogalma nincsen a történelemről. Tehát az, hogy egy olyan csődje volt a nyugati kultúrának az első világháború, olyan nyomorúság volt a háború után, de már előtte is, hogy egész egyszerűen nem volt becsületes ember a 20-as években, aki nem volt baloldali. Az a keresztény szocializmustól kezdve, akár meddig, akár hova nézünk. Ez az igazság. Tehát ez volt a korszellem, és a korszellem nagyon sokan, hát a nagybátyámben volt a kommunista pártba, és József Attila volt. Aztán kilépett, amikor József Attilát kizárták. De ő nem volt a szíve mélyén kommunista. Na mostan ugye ez az arcvonal az, amelyik 30-as évek közepétől látja, hogy ugye két szörnyű monolitikus totális hatalom között vagyunk egy borzasztóan nehéz helyzetben, amit természetesen nem is lehetett megoldani. De a szellemiség az nagyon erős volt, és hogyha most visszatérek a két példára, Simone Weil-re és ugye George Orwell-re, ugye
mind a ketten kommunisták, baloldaliak voltak, elmentek a spanyol polgárháborúba, és ott jöttek rá arra, hogy mi a kommunizmus. Ott teljesen világos lesz számukra, hogy aha, mint Köszler is, ugye Köszler is elment, ugye, elment a spanyol polgárháborúba, és hát látta Gerő Ernő elvtársát, nem is tudom akkor milyen nevet viselt éppen, ugye, aki egy Moszkvából küldött katonai komisszár volt, és a köztársasági köztársasági katonák közt fegyelmezés című vérfürdőt rendezett. Tehát ezek az emberek megértették azt, hogy mi a kommunizmus, és természetesen a nácizmusról hamarabb látták már. És egy nagyon fontos dolog van mind a három emberben, hogy egyrészt mindegyik a spirituális értékekben hisz, másrészt a munka becsülete borzasztóan erős ő bennük. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy ha nem veszük észre azt, hogy ezeknek az úgynevezett baloldaliaknak az útján egy alapvető érték volt, hogy azt, aki dolgozik, a munka, azt meg kell munkás, kétkezi, paraszt vagy munkás, annak a becsületét vissza kell adni, akkor nem érti meg az egész dolgot. Ezt lehet nevezni jobboldalinak, meg baloldalinak, teljesen mindegy, mert nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy a munkának van egy spirituális dimenziója. Ezt azért is érdemes elmondani, mert én úgy látom, hogy ezt már megint elveszíti a világ. Ez megint nincs valahogy bent a tudatban most. Szóval ezen a nyomvonalon még nagyon messze el tudok haladni, Szilárd. Én nagybátyám is, aztán apósom, Ijész Gyula is, és mi nagyon sokan mások, ugye részei voltak ennek a magyar középnek. Természetesen indulatosak voltak, harcoltak egymással szemben is. Nyilván voltak helytelen állásfoglalásaik is, de hát azért azt tudni kell, hogy a Kodolányi János ellen egy hallatlanul szisztematikus, rágalmazó hadjárat folyt 45-től kezdve, mint ahogy Szabó Lőrinc ellen is. Tehát egész egyszerűen azok a dolgok, amíg őket megvádolták, nem voltak. A nagybátyám március 19-től kezdve bujdokolt egész 44-be, mert nagyon előkelő helyen volt a németek fekete listáján. Hát azt gondolom, hogy ha tényleg annyira jobb oldalú lett volna, mint ahogy egyesek aztán mondták, ez ilyen veszély nem fenyegette volna őt. Úgyhogy, és hát ugye a másik dolog pedig az, hogy azt mondjuk, hogy a népi irodalom, de mi az Szabó Pál, vagy Darvas József, vagy hát legalább 30 íróról beszélünk, akik számomra mérvadók, ugye az a közép, Német László, Ijész, Tamási Áron, a nagybátyám. Hát ugye ezek úgy voltak népi írók, hogy azért aztán nyugodtan mondhatjuk, hogy a korlekművek. És több nyelven olvasó emberek voltak. Tehát azt gondolom, hogy kellene foglalkozni ezekkel a művekkel, újra kéne olvasni őket, és azt gondolom, hogy itt még mindig a posztmodern időket éljük. Tehát itt még egy csomó panel, amit akkor évtizedek alatt belénk vertek, vagy belénk súlykoltak, az valahol még ott cseng a fülekbe. És azért is kéne tisztán látni, mert szerintem, hogy ha tisztán látjuk a tényeket, akkor kiderül, hogy nincsen olyan nagy különbség a gondolkodásmódban. Ma sem. Nem volna tulajdonképpen, hogyha a dolgokat és az embereket valóban az érdemüknél néznénk, és néznénk ezeket a nyugati összefüggéseket, hogy mondom, a párhuzamok olyan makulátlan emberek gondolkodásában találhatók meg, mint Simone Weil, Orwell, Köszler, hát Ijésznek néhány bekezdése 30-as években pontosan ugyanazt mondja, mint Simone Weilnek a munkáról. Teljesen ugyanúgy gondolkodtak róla. És Simone Weilre, meg Orwellre sem mondta senki sem azt, hogy a népet dicsőítette.
és fetisizálta, de érdemes elolvasni a Begyökerezettség című könyvét Simone Weilnek, amelyik egy pár évvel ezelőtt jelent meg magyarul, óriási késéssel, hogy ő benne micsoda tisztelet van az úgynevezett nép, meg a gyökerek, meg a nemzet iránt a munka mellett is. És nyugodtan hadd tegyem ezt hozzá, hogy ő egy nagyon előkelő és zseniális zsidó család sarja volt, hogy tulajdonképpen ő élete vége felé katolizálta, azt nem tudom, de az biztos az egyik legnagyobb keresztény gondolkodó volt, hogyha apát úr ezt, nem tudom, itt van-e még, elfogadja ezt a minősítést. Ja, itt van, igen, látom. Vagy elnézést a túl hosszú. Jó, nem, köszönöm szépen. Köszönjük a kérdést, és nagyon köszönjük a válaszokat is. Azt hiszem, hogy rengeteg gondolkodnivalót, sőt, hát akár feladatot is megfogalmaztak ezek a nagyon fontos mondatok, és nagyon érdekes, hogy akár történész kollégáink erre miképpen reflektálnak, vagy miképpen kérdeznének tovább. De ha már amúgy is szóba került több alkalommal is, főapátúr, emeritus főapátúr, illetve magának a portréfilmnek is voltak azok a vonatkozása, amiben a teremtésben megmutatkozó Isten, a Getsemáné kertben, ugye ott vívódó Jézus ilyen markánsan fölmerült ebben a 20 perces időtartamban, nem tudom, hogy mennyi ideig, de hangsúlyaiban és jelenlétében rendkívül dominánsan, hogy főapátúr nem akarna esetleg reflektálni ezekre a kérdésekre röviden, természetesen semmiféle kötelezettség, nincs, csak annyira érdekelne szerintem mindannyiunkat, és a Simone Weil vonatkozásban is szívesen hallanánk. Tisztelettel köszöntöm egész kedves gyülekezetünket, és hát többszörösen is éreztem, hogy megszólítottak, először is gratulálok Kodolányi úrnak a Kossuth díjhoz, és én nagyon örülök, hogy bekapcsolódtam ebben ma esti beszélgetésbe. Szellemileg, lelkileg teljes egészében otthon érzem magamat. Ez a véleményem, a hozzáállásom. Úgy történelem német szakos vagyok, úgyhogy az iménti, hogy mondjam, eszmefuttatás is milyen érintett, meg az Isten kérdés is. Nagyon röviden. Azt gondolom, hogy nem csak a múltunk, hanem a jelenünk, a Covid-nak ez a tragikus helyzet, ami a világ többször történt erre is utalás, meg mi is, amitől szenvedünk, ez eredenden felveti az Isten kérdés, az Istenhez való viszonyunkat, az egymáshoz való viszonyunkat, családi és egyéb kötelékeket. Azt hiszem, hogy nem csak a múltat, hanem a jelenünket, és főképp a jövő érdekében kell nekünk ezeket tisztázni, és egyre inkább talán így mondom, hogy a kereső emberben megérik az a fölismerés, hogy kell, hogy valaki az életünket kezébe vegye, irányítsa, akitől bátorítást, reményt tudunk kapni. És hát ahogy itt Gyula többször az evangéliumot idézte, rövidre fogva, szívből ajánlom, olvasmányként, bambuló elmélkedésként az evangéliumot, amely Isten igéjeként egyedül képes megvilágosítani értelmünket. Történelmünk, és nagyon röviden, 75 éves vagyok, katolikus millióból jöttem, szenvedéllyel olvasom és tanulmányozom a történetet, az egyház történelmet, stb. Előről kell kezdenünk sok mindent, mert a múlt értelmezését is tisztáznunk kell, a jelen helyzetünket is látási zavarokkal, vonatkoztatási zavarokkal rendelkezünk. Tehát én arra buzdítanék minden fiatal, meg még fiatalabb, meg érettebb kortársamat, hogy törekedjünk arra, hogy egyénileg is, családjainkban, egy nemzetnek a közösségében próbáljuk tiszta fogalmakkal, gondolkodással és valami hihetetlen nagy elfogadással és jó indulattal egymás felé közeledni, hogy
nem az, hogy csak újat, meg utópiát, hanem hogy újra tudjuk a mát és a jövőt építeni. És ez a ma esti beszélgetés, azt gondolom, a hozzászólások egy nagyon intenzív meghívás volt erre. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak. Nagyon szépen köszönjük, és azt hiszem, hogy nagyon fontos és nagyon bölcs szavakat hallottunk, és hát hadd tegyem azt is hozzá, hogy itt a tényleg magának a beszélgetésnek ez a vigasz jellege és gondolkodtató jellege is épp olyan fontos, mint hogy itt egy olyan vendégünk, vagy olyan vendégeink vannak, akikre mindenképpen oda kell figyelni, és talán éppen ez lehetne a következő mozzanat, hogy hiszen nagyon sok mindenről hallottunk, ugye istenkeresésről, népi irodalomról, 30-as évekről, Kodolányi Gyuláról még azért hallhatnánk talán többet, de nem akarok elébe menni, hanem várnám a kérdéseket, illetve örülnék annak, hogyha más és más szemszögből is esetleg még tovább töprengenénk ezen a rendkívül gazdag és rendkívül rétegzett életművön is, érdeklődésen, személyiségen. Addig, amíg a kérdések érlelődnek, azt hadd mondjam el, hogy a bambulás fontosságát ugye Leonardo da Vinci is jelezte már egykor, hogy aki nem szemlélődik eleget, az elfecséreli az életét. Volnának-e kérdések, hogy... Remélem, hogy elég pontosan látom azt, hogyha föltenni valaki a kezét, vagy megnyomná azt a kis ikont, amelyről szó van, hogy amelynek nyomán szót adhatnék. Nem tudom, hogy a Facebook felületen érkeztek-e esetleg kérdések, Németh Szilárd jelzi, hogy nem. Akkor esetleg a résztvevőknek jutott-e még eszébe valami, ami fontos lenne, érdekes? Nekem lenne, András, hogyha nincs más kérdés, megengeded? Persze. Köszönöm szépen. Gyula, akkor egy egészen más témát. Te úgy, mint költő, mint amerikanista, mint az amerikai költészet fordítója, hogyan látod jelenleg azt a szellemi világot, ami az Egyesült Államokban zajlik, azokat a folyamatokat, az Egyesült Államokban zajló szellemi életet, irodalmat, költészetet, ilyesmit? Mennyire követed, mennyire tudod követni, és milyennek látod, visszatekintve vagy reflektálva mondjuk a 60-as, 70-es évek kitűnő korszakára? Igen, hát sajnos nem tudok igazán jó dolgokat mondani. A személyes élményeim nem olyan frissek, mint Bogyai Kataliné. Tehát azért ő még nemrég is New Yorkban volt, hogyha jól tudom, vagy talán még mindig oda jár. Én nekem ugye a 2000-es évek első évtizede az nagyon jó volt, mert hát azért talán ennyit mondhatok a politikáról, hogy 2002 után azért két év alatt teljesen elszívták körülem a levegőt, pedig tényleg nem lehet azt mondani, hogy egy véres szájú politikus lettem volna. És akkor az Emory Egyetemen levő barátaim, valamint Mádl Ferenc volt abban tettes, hogy meghívtak tanítani, és éveken át jártam ki egy fél évre. Hát ugye akkor megtapasztaltam azt huzamosan, hogy mit jelent egy gazdag és felvilágosodott amerikai egyetemnek a milliója, hogy az mit tud nyújtani. És nekem ez nagyon jó volt, mert eljött az életemben egy szellemi megújulásnak az ideje, és ehhez akkor volt is időm, meg találkoztam kitűnő elmékkel, szóval nagyon jó szellemi barátokra is tettem szert. Most már fényezboltokról nem beszélek. Na most a évtized vége felé azért egy-két riasztó jelet találtam. De az, hogy eljött az idő, amikor a diákok kezdtek számon kérni dolgokat a tanárokon, olyan módon, ami én számomra megengedett. És tulajdonképpen ugye 2009-ben tanítottam utoljára, 2009-ben én már készültem a Hungarian Review alapítására, és mondhatnám, hogy majdnem, hogy örömmel jöttem el. És hát azt kell mondanom, hogy eléggé elszomorít a helyzet, mert amit el sem tudtunk volna képzelni, bocsánat,
ide, olyan azok, akik Amerikát régóta is jól ismerjük. Azt lehet látni, hogy Amerika a kultúrharc szintere lett. És ez egy nagyon rossz dolog. Ez egy nagyon rossz dolog. Most igazából akik eléggé ismerjük és szeretjük az országot, majd kíváncsi vagyok Katalin véleményére, azok az amerikai demokráciában az alkotmányba vetett hihetetlenül erős amerikai hitben még ott látják esetleg azt az erőt, hogy ennek a társadalomnak még vannak olyan rejtett tartalékai, hogy az ideológiai totalitarizmusnak szembe tud fordulni, bármilyen fajta ideológiai totális gondolkodással. Én nagyon remélem, hogy ezek megvannak. Tehát van egy amerikai többség, amelyik nagyon normális továbbra is, amelyik a bigottságot és a befolyásolásnak a tényét nagyon sérelmezi mindig. De hát szóval nem tudom, hogy mi fog történni. Sajnos ez jelenleg az érzésem. Köszönöm szépen, és csak ugyan nagyon rezignál, de nagyon fontos volt mindez, és hát Bába Iván azt hiszem, hogy ugyanabban a kormányban hogy szolgált, tehát valószínűleg itt voltak közös élmények egy nagyon fontos fordulóponton, és ugyanazok az élmények voltak a 60-as, 70-es évek amerikai irodalmát, költészetét tekintve, és hasonló lehet most a megrendülés, hogy mi is történik. Van-e egyéb kérdés bármilyen irányból, bármilyen szeretét tekintve az életműnek, a szerző életének, arról, amit gondol? Gyógyai Katalin jelentkezik ismét. Köszönöm szépen, már csak azért, mert meglettem szólítva, csak két mondatot szeretnék mondani. Én most hazajöttem, tehát 6 évig voltam New Yorkban, előtte 6 évig Párizsban, de ez a 12 év az ENSZ volt, az UNESCO, illetve a New York ENSZ. És nekem az a véleményem, hogy amikor mi Amerikáról gondolkodtunk, és tudom, Gyula, hogy ön Fulbright-os volt, és nagyon nagy hatással volt magára, és az életútjára mindaz, amit Amerikában megtapasztalt. Mindannyiunknak volt egyfajta idealista elképzelés erről a világról. De amikor az ember 6 év után hazatér, akkor igazából azt tapasztalja meg, hogy ez az amerikai történelem mindig nagyon zűrös volt, mindig nagyon sokszínű volt, mindig volt benne borzalom és felemelő. Tehát mindig nagyon sokfajta energia feszült egymásnak, és ezeknek a maradványai megvannak, és ezek a maradványok időnként felerősödnek. És most Amerikában az volt a jellemző az elmúlt időszakban, hogy nagyon megerősödött hangok nagyon extrém módon jelentkeztek a mindennapokban. A kultúrában és az irodalomban pedig pontosan tudjuk, hogy attól függ, hogy Amerika melyik pontján vagyunk, és hogyan éljük meg a hétköznapokat és a mindennapokat, mert a mi kapcsolatrendszerünk azért elsősorban az amerikai gondolkodó értelmiséghez, művészekhez volt és van köthető elsősorban. Na de Amerika egy óriási ország, nagyon sokfajta emberrel, nagyon sokfajta gondolkodású emberrel, és itt az a kérdés, hogy ezt a sokfajta gondolkodású, habitusú, hátterű embert hogyan tudják végül is ebben az egy országban mégül is megtartani. És ott van a másik példa,
Kanada mellette, ami máshogy kezeli egyébként ezt a fajta sokszínűséget, ezeket a együttélési formákat. Mi Andrással dolgoztunk, ha úgy mondhatom, egy nagyot az ENSZ-ben, New Yorkban, mert sikerült a 60 évig zárolt 56-os forradalommal és Magyarországgal kapcsolatos aktákat kinyitatni, mind az ENSZ-ben, mind a Columbia Egyetemnek a irattárában, és megtapasztaltuk ezekben a kis lépésekben, vagy ezekben a úgy mondom, nagy diplomáciai lépésekben is azt, hogy pontosan abban a sokszínűségben, hogy sok oldalról érkeznek az emberek, sokfajta habitussal, mindig meg lehet találni azt, ami felemerül, ami előre visz, amiben bízni lehet, és amikor Gyula azt kérdezi, hogy bízhatunk-e, én azt mondom, hogy bízhatunk, mert ahogy ön mondta, az emberek nagy része normális. Nem tudom, ez egy nagyon tág fogalom, így az a véleményem megfogalmazni, de ha ez alatt azt értjük, hogy józanul gondolkodó emberek a világról, a saját életükről, Amerikának a világban betöltött szerepéről, meghatározó szerepet játszottak és játszanak. De vannak nagyon erős extrém hangok, amelyek különösképpen, és ez nemzetközi, ez nem egy amerikai jellemző, különösképpen a social media, tehát az azonnali együtt élés pillanatának az élménye kapcsán rombolni is tudnak, meg előre is tudnak vinni. Tehát én bízom abban, hogy a józanul gondolkodó emberek és számunkra és a mi életünk szempontjából is meghatározó előre gondolkodó értelmiségi embereknek a értéke és a előremutató példája. Bocsánat, ez a muzsikáló órám, elnézést, ez minden órában megszólal. Ezt az amisoknál vettem, ez azért fontos, mert az amisoknál se villany, se semmi nincs, és ezért imádják a muzsikáló órákat, mert ez be van építve nekik, és így tudnak zenét hallgatni, elnézést. Mindjárt vége lesz. Tehát én nem vagyok ilyen borulátó egyébként, mert azt gondolom, hogy az amerikai történelem mindig nagyon komplex volt, és nagyon sok színű és sok rétegű. Most éppen mi egy bizonyos korszakban élünk, amikor ezt látjuk, ugyanakkor szerintem mondjuk a páncélunk is erősebb már olyan szempontból, hogy régebben sokkal naívabbak voltunk. A 90-es években sokkal naívabbak voltunk Amerikával kapcsolatban, és megtapasztaltuk, megértettük, látjuk, hogy ott is emberek élnek, nagy ország, sokfajta akarattal, és az a fajta Pepsi érzés, ami elindított bennünket a politikai rendszerváltozás küszöbén, első éveiben, az már belőlünk is elfogyott, és ezért tudjuk szerintem reálisabban látni azt is, ami ott van. Én sok egyetemen beszéltem, meg tanítottam, és most is a Kolumbiával is, és a Yale-el is dolgozom együtt. Nagyon sok izgalmas diák, is találkozom, és találkoztam. Talán a legérdekesebb, hogy hihetetlenül színes, nagyon nemzetközi a diákoknak a jelenléte, és éppen azért, mert olyan sok pontjáról érkeznek a világnak, most persze minden Zoomon zajlik, ezért a különböző hangsúlyok is sokkal nemzetközibbé váltak. Sok esetben nem elsősorban Amerikáról szólnak mondjuk azok az egyetemi ország órák, mint az egész világról. Egyszerűen azért, mert annyira nemzetközi az egyetemi részvétel. De hát erről majd talán egyszer személyesen. Nagyon szépen köszönöm Nagykövet asszonynak a hozzászólását. Az is fontos, hogy közben emlékeztetett minket az óra, hogy most már 2 órája ülünk a kocsmában. De kérdezem, hogy akár Gyula akarná-e reflektálni, akár további kérdések volnának-e, amelyek tovább egyéb mozzanatokat segítenek megérteni, megvilágítani. Szilárdnak van kérdése. Igen. Szilárd? Nagyon rövid, azt szeretném megtenni, hogy Gyula,
Mik a terveid? Említetted, hogy mennyi idős vagy, de szerintem ez nem számít. Szóval mi az, amivel foglalkozol, illetve mi az, amivel még foglalkoznál, mondjuk a következő 20 évben, és akkor azt. Köszönöm. Igen. Hát, köszönöm szépen, Szilárd. Valóban azt gondolom, hogy az embernek illik azért nem tud merészen tervezni, hogyha leírja a papírra az két jegyű számot, amelyik a korát jelzi. De hát vannak komoly terveim, adósságaim vannak. Ugye azért azt meg kell mondani, hogy én akármit csináltam életemben, azt mindig nagyon komolyan és teljes erőbedobással csináltam. És hát azért ez azért a lapszerkesztés, azért ez egy hiába van az, hogy két havonta jelenik meg egy lap. Azért az egy készenléti állapot, és hát ugye ráadásul, ahogy szoktam mondani, ugye a lapszerkesztés az olyan, mint a MÁV, ugye, hogy 8.34-kor jön a Kiskunhalasi személyvonat, és akkor kéznek kell lenni a pályaudvarnak, meg az utasoknak is. Tehát azt gondolom, itt volt az ideje, hogy kilépek ebből, ami bizonyos szempontból persze nagyon jó szellemi kondiba tartott, de nem tudtam összpontosítani egy csomó adosságomra, írásfeladatomra, túl kevés verset írtam. Tehát vannak feladataim, hogy megírjak dolgokat. Ugye én rengeteget írtam részletekben az Antal Józseffel való munkáról és a rendszerváltozásról, de ezeket egyik könyvbe szeretném foglalni, ami azt jelenti, hogy kell még hozzáírjak. Ez talán mostan a leginkább előttem álló feladat. De nagybátyámról is azért egyfolytában gondolkodom, mert ez a hallatlan nagy életművező, és nagyon sok mindenre terjed ki, és biztos vagyok benne, hogy vissza kéne hozni a fókuszban az ő bibliai és mezopotámiai tárgyú könyveit, ugye, amit egy belső emigrációban írt 48 és 52 között, 53 között. Azt gondolom, ez egy olyan szellemi hagyaték, amit még a magyar szellemi élet egyáltalán nem mért fel. Tehát egy olyan mélységű és horizontú gondolkodása, éppen egyébként elsősorban azt hiszem, hogy a vallásról, de hát ugye az emberről, ugye, aki vallásos, hogy ebben nagyon nagy spirituális tartalékok vannak. És hát valamilyen értelemben ugye ez a családnak a története is, és ebbe azért még el akarok mélyedni. Tehát remélem, hogy lesz egy verskötetem azért egy éven belül, és hogy komolyan, módszeresen tudok a rendszerváltozás könyvben dolgozni. Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm a kérdést is, és a válasz is nagyon fontos, és csak ugyanett a jövőbe mutat, így azt hiszem, hogy a kocsmai időzés végén ez is lényeges, hogy akkor lesz mit várnunk, lesz mit olvasnunk, lesz mit majd aztán keresnünk, és amiről újra és újra beszélgetni lehet, talán most már ezt követően személyesen. Utoljára kérdezném meg, hogy akkor volna-e még esetleg kérdés, vagy kommentár, vagy kiegészítés, vagy reflexió? Ha nem volna ilyesmi, és hogyha a Facebookon sem láttunk ilyet, akkor mindenkinek nagyon köszönöm a jelenlétet, ahogy Pár Szegi Asztrid említette, hogy az egész gyülekezetnek, tehát ennek a kocsmai gyülekezetnek, aki eljött a Zoomon keresztül. Nagyon köszönöm Kodolányi Julának, hogy vállalkozott erre. Azt hiszem, hogy valamennyien gazdagabbak lettünk. Köszönöm a film készítőinek, hogy lehetőséget adtak arra, hogy ezt megnézhessük még premier előtt, mindazoknak, akik kérdéseket tettek fel, akik itt voltak, hűségesen és hallgattak minket, azoknak is köszönöm, és nagyon köszönöm azoknak a kollégáknak Kőszegen, akik lehetővé tették, hogy ilyen gördülékenyen és pontosan zajoljék ez a megítélésem szerint nagyon fontos esemény. Köszönöm tehát a megjelenést, a figyelmet,
Odolányi Gyulának még egyszer köszönjük az itt létet, gratulálunk, és várjuk akkor a folytatást. Viszontlátásra! Köszönjük szépen, jó éjszakát! Köszönjük! Viszontlátásra! Jó egészséget!